Újabb Balatonparti izraeli panama miatt tett feljelentést a Jobbik. Kepli Lajos mai sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet arra a tendenciára, hogy az állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok gyanús körülmények között kerülnek magánkézbe. 2008 májusában Balatonvilágoson egy 15.000 négyzetméteres állami terület került magánkézbe a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és az Izraeli Hátterű Aranyfőveny Kft. között létrejövő szerződés értelmében. Az MMI a vízparti ingatlant egy jóval kisebb és nem vízparti, így sokkal olcsóbb ingatlanra cserélte. Az új tulajdonos azóta felparcellázta a területet, és közvetlen vízparti telkekként próbálja értékesíteni azt. Szakértői vélemény szerint legkevesebb 600 millió forint kár érte a magyar államot. Ezért a jobbik hűtlen kezelés feljelentést tett a legfőbb ügyésznek. Továbbra is figyelemmel kísérünk mindenféle balatonparti ingatlan spekulációs ügyletet, így irányult most a figyelmünk egy Balaton főkajáró megvalósítani kívánt autóversenypályára, melyet egy 100%-ban izraeli tulajdonban álló cég kíván megvalósítani fejlesztésként. Félő azonban, hogy ismét egy izraeli ingatlan spekulációról van szó, mi ott leszünk és figyelemmel kísérjük a beruházás sorsát, és amennyiben szükséges, ott is megtesszük a jogi lépéseket. Kepli Lajos hangsúlyozta, a jobbik fellép az ember és a táj évszázados harmóniáját felrúgó ingatlan spekulációs célú beruházások ellen, melyek hátterében 90%-ban külföldi, túlnyomó részt izraeli ingatlan befektetők állnak. A politikus emlékeztetett, a Jobbik tett feljelentést a Balatonvilágosi Klubaliga és a Veszprém Szentkirály Szabadjai repülőtér eladása ügyében is. És felhívta mindenki figyelmét arra, hogy a magyar föld nem eladó.